prevenció előtérbe helyezése, szemléletformálás. Az Európai Szociális Alap egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse a térbeni társadalmi különbségeket, erősítse a prevenció szerepét, csökkentse az egyenlőtlenséget, erősítse az itt élő társadalmi kisebbségekkel szembeni befogadó attitűdöket, támogassa a beilleszkedést. Magyarország a társadalmi befogadás elősegítésére egyedi programot dolgozott ki, amely a távoli közösségek és a társadalom peremére szorult csoportok, például a romák képzésére, oktatására és egészségügyi ellátására összpontosít. Az Európai Szociális Alap projektjei oktatási és képzési lehetőségeket kínálnak, és hozzájárulnak azon többszörös akadályok lebontásához, amelyek e csoportok előtt tornyosulnak, amikor munkát akarnak vállalni, és részt akarnak venni az európai társadalom mindennapi életében. Az, hogy a hátrányos helyzet önmagában ne legyen oka annak, hogy a gyermek nem kapja meg a testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges javakat, az ma Magyarországon az egy fontos kötelezettségünk, egész egyszer azért, mert ez a szolidaritás ezt mondatja velünk, egész egyszer azért, mert a hátrányos helyzeten való segítség az egy befektetés a jövőbe, tehát nem csak a hátrányos helyzetű családoknak az érdeke az, hogy segítsük ezeket a gyermekeket, és nem utolsó sorban joga is a gyerekeknek a gyermekvédelmi törvény alapján. Tehát minden arra utal, a szükségszerűség is, a jog is, és a jövőben való befektetés és a szolidaritási elv is, hogy segítsük minden eszközzel őket. Ezért a kormány elkötelezett abban, hogy ezeket a forrásokat alapvetően a hátrányos helyzet tovább örökítésének, ördögi körének a megszakítására hasznosítsa. A társadalmi felelősségvállalás érdekében Magyarország támogatási és ellátó intézményhálózati rendszer működtetésével gondoskodik a különleges figyelmet igénylő vagy hátrányos helyzetű csoportokról, a gyermekekről, időskorúakról, fogyatékos vagy egészségkárosodott emberekről, szegénységben élőkről, hajléktalanokról. A jól működő intézményrendszer mellett a helyi szintű problémák kezelésére megelőző célból is pótolhatatlan a helyi szociális háló, továbbá a szomszédsági együttműködések, önkéntes mozgalmak, civil és egyházi szervezetek szerepe, melynek munkáját az Európai Szociális Alap segíti.